Egy 2008-as nyertes pályázatnak köszönhetően Békés megyével közösen Szarvasváros könyvtára is bővül, fejlődik, illetve maga az infrastruktúrális hálózat került most fejlesztésre. Arra kérem a könyvtár vezetőjét, hogy mondja el részletesen, hogy mi is volt ez a pályázat. Ez a pályázat tulajdonképpen a TIOP 1-2-3 Békés Tudás Depó Express elnevezésű pályázat, amelyben Szarvasváros Közoktatási és Közgyűjtemény Intézménye konzorciumi tagként vesz részt a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár meghívására. Az elmúlt hónapokban érkeztünk el oda, hogy megvalósíthattuk ezt a nyertes pályázatot. Közel 10 millió forintot fordíthattunk a Városi Könyvtár informatikai fejlesztésére. Ez az informatikai fejlesztés három részből tevődik össze. Elsősorban a leghátrányosabb helyzetben lévő olvasói számítógépeinket, internetszolgáltatásunkat tudtuk fejleszteni, hiszen ez már a régi gépekkel egyre nehezebbé, szinte teljesíthetetlenné vált. 10 új olvasói számítógépet tudtunk komplett felszereléssel beállítani az olvasók számára. Ezek olyan technikai felszereltségűek, hogy a szélessávú internetszolgáltatás könnyedén elérhető rajta, illetve hálózatba kötve az itt elvégzett munka azonnal kinyomtatható, tehát minden tulajdonképpen az olvasók számára tudunk biztosítani rajtuk. A másik része az informatikai fejlesztésnek a könyvtári munka, a feldolgozó munka segítése volt. Egy könyvtár élete tulajdonképpen már elképzelhetetlen az elektronikus katalógus feldolgozás nélkül. Ez a munka már eddig is folyt a könyvtárunkban, de a pályázat segítségével egy országosan elismert, szinte legfejlettebb Hunteka nevű könyvtári informatikai programot tudtunk beszerezni. Ezzel már meg is indítottuk az elektronikus kölcsönzést. A harmadik rész pedig egy nagyon szép cél, egy új kaput nyitott a könyvtár feladatai között, hiszen kötelezővé is tette ez a pályázat az esélyegyenlőség biztosítását a könyvtárakban, így egy olvasói számítógépet föl tudtunk szerelni vakbarát szoftverekkel, eszközökkel. Ezek között kiemelhető egy országosan ritka, most már csak a könyvtárak, nagyon sok könyvtár pályázat útján jutott csak hozzá Braille nyomtatóhoz, Braille billentyűzethez, képernyő nagyító és felolvasó szoftverhez. És ezzel komoly terveink vannak, szeretnénk fölkeresni az erre rászoruló használókat személyesen is. Milyen előnyökkel, illetve könnyebbséggel jár az, hogy a több intézmény összefogva nyújt be pályázatot? Természetesen itt a lehetőség adott volt egyenként is beadni ezt a pályázatot, de konzorciumi szinte mindenképpen erősebb szerintem egy összefogás. Több jellegű intézmény foghatott itt össze. Elsősorban természetesen városi könyvtárak csatlakoztak a megyei könyvtárhoz, de például a mi intézményünk is egy kiemelt szerepet játszhatott ebben a konzorciumban, hiszen hozzánk még kapcsolódnak oktatási intézmények, akikkel mi szoros együttműködést tudunk kialakítani, és ennek a TIOP pályázatnak és a ráépülő TÁMOP pályázatnak, ami ezt tartalommal tölti meg, az az elsődleges célja, hogy az élethosszig tartó tanulást, illetve az oktatási intézményekkel kapcsolatban kialakítható szolgáltatásokat erősítse. Városi könyvtárak, illetve maga a megyei könyvtár között milyen a kapcsolat? A megyei könyvtárral mindig nagyon jó kapcsolatunk volt. A megyei könyvtár tulajdonképpen szemmel követi a könyvtárai, a megyében szereplő könyvtárai sorsát. Mindig nagyon sok juttatást is kaptunk tőlük. Így például a szlovák anyagunk egy része a megyei könyvtár jóvoltából került ide, és a pályázatokra szintén ők hívják föl a figyelmünket, de összefogást tapasztalható most már egyre több területen. Így például kiemelném a jövő szempontjából most induló egyik ilyen összefogásunkat, a megyei könyvtár által kezdeményezett munkaerőpiaci adatbázis közvetítésében is részt veszünk, illetve minden évben együtt pályázik több könyvtárral a megyei könyvtár a nyitott könyvtárhetek programsorozatára idén is. Az elmúlt időszakban volt-e lehetőség hasonló mértékű fejlesztésre? Ilyen volumenű pályázatban még nem vett részt a könyvtár, tehát ekkora összeget sem nyert, és ilyen informatikai fejlesztésen sem vehetett részt.
úgy gondolom, hogy ez egy jó kiinduló pont most a továbbfejlődéshez számunkra is. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen én köszönöm az interjút!